A civil parlament 1997-ben hozott döntése értelmében február 1-én a civileket ünnepeljük. Ehhez kapcsolódva Dombováron immáron második alkalommal rendezték meg a civil gálát, amelyet a civil szövetség a település önkormányzatával karöltve szervezett meg. A városban számos olyan szervezet működik, akik több évtizedes múltra tekintenek vissza. Elsősorban dombovári egyesületek lépnek föl a mai gálaestünkön, a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület gyöngykoszorú tagozata fog dalokat előadni, valamint úgy szinte a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület szenior tánc csoportja táncelőadást fog bemutatni a résztvevőknek, továbbá a helyi Gárdonyi Géza általános iskola pedagógusa és tanítványa fog egy zenés műsort prezentálni a résztvevőknek. Ezzel kívánjuk megünnepelni a Dombováron aktívan tevékenykedő és működő civil egyesületeket. A Dombováron rendkívül sok az aktív kulturális programot nyújtó civil szervezet. A civil gálán részt vett Szalai Bobrovnicki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is, aki elismerően szólt a gáláról, hiszen, mint fogalmazott, jellemzően nincs hagyomány a civil napi ünnepi rendezvényeknek. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy milyen pályázati forrásokat biztosít idén a kormány a civil szervezetek számára. Pályázatnak valójában 20 milliárdra, hiszen a NEA az valóban 11 milliárd ebben az évben. Ugye a döntések most már hamarosan meglesznek, a kollégiumi döntések. Most van éppen a tanácsülés, nem most éppen, de szóval ugye a napokban, és ott eldől a nagyobbik része ennek a 11 milliárdnak. Akkor a többi ugye részben miniszteri keret, és aztán van két másik pályázati alapunk, ugye a városi civil alap, az egyenként 5-5 milliárd, tehát így nézzük, akkor 20 milliárd dot is túllépjük, mindenre lehet pályázni, tehát ugye a lényeg az az, hogy civil szervezetnek kell lennie, tehát alapítványnak vagy egyesületnek, amelyik pályázik, bármilyen tevékenységre, amit hasznosak ítélnek meg a közösség szempontjából, és nyilván van a bírátoknál azt is figyelembe, hogy azt veszük figyelembe első helyen, hogy az a civil közösség számára mennyire hasznos, milyen értéket teremt, hogy tudja a civileket összehozni. Ez lehet kultúra, sport, egészségügy, szociális ügyek. Itt még csak nem is mindig az a kérdés, hogy mennyire tudja a civileket összehozni, mert az, hogy a civilek mennyire tudnak például az embereken segíteni, akár most így a Covid idején. Tehát egyébként példamutatóan segítettek, tehát maszkokat vartak, ételt szállítottak, stb. Tehát nagyon jól dolgoztak. Az, hogy elég forrás, ilyen nem létezik. Tehát nyilván mindenből szeretnénk többet, de én arra személy szerint büszke vagyok, hogy annak idején 18-ban 5 milliárd valahány száz millió forinttal kezdtük a tevékenységünket, amikor Gulyás miniszter úrral elkezdtük ezt a munkát, és most tartunk több mint 20 milliárd forintnál. Tehát megnégyszereztük azokat a forrásokat, amelyeket kizárólag civil szervezetek kaphatnak a miniszterelnökség részéről. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője ünnepi beszédében megköszönte a civil társadalom munkáját. Ezelőtt 32-33 évvel, a rendszerváltás idején, mi a demokratikus átalakulás mellett döntöttünk. Ez azt jelenti, hogy az élet minden területére az állam onnantól kezdve nem próbálta kiterjeszteni a hatalmát, vagy a felügyeletét, vagy egyáltalán nem próbált eljutni, sem az önkormányzatok, és ezt az űrt töltötték be, vagy töltik be azóta is a civil szervezetek, hogyha oktatásra, kultúrára, egészségügyre, szociális szférára, sportra gondolunk, akár még sokszor a médiára is, akkor itt a hagyományőrzésre, akkor a civil szervezetek, illetve a különböző egyesületek, körök, alapítványok látják ezt a feladatot, és ezért nekünk hálásak kell lenni. Én magam is egyébként több civil szervezetnek voltam, és meg most is vagyok a tagja. Biztos a civil szervezetek nélkül is lehetne élet. Valószínű, hogy ugyanannyira lennénk gazdagok vagy szegények, az már mint egy-egy település, de azt gondolom, hogy a településnek a képe, a kulturális élete messze nem ilyen lenne. Mert hogyha megkérdezzük azt, hogy
történik-e valami egy adott településen, akkor ez a történés legtöbbször a civil szférához kapcsolható. Fintér Szilárd polgármester, aki szintén meghívott vendégként vett részt az eseményen, a partnerséget, a hatékony együttműködést tartja a legfontosabb szempontnak az egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatos közös munkában. Az esti rendezvényt Pápai László és tanítványa Kintner Ádám nyitották meg ütős műsorukkal. Ezt követően a Dombovári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének gyöngykoszorú csoportja adott elő egy dalcsokrot. A színpadi programok sorát színesítette Faragó Józsefné, Tóth Gáborné és Sátor Edéné egyéni produkciója, valamint a Senior Tánc csoport műsora is. Ezért hát jár a lábod, és miért ne tenné? Ezért a táncba hívlak én téged is. Dombovár életében mindig fontos szerepet töltöttek be a helyi civil szervezetek, az önkormányzattal karöltve számos programot, színvonalas rendezvényt valósítottak meg a tavalyi évben is. Az ünnepi műsort követő állófogadáson Tóth Zoltán civil tanácsnok, önkormányzati képviselő ezt a közös munkát köszönte meg a város civil szervezeteinek.